Sok szeretetre köszöntök mindenkit. Pestről kerültem ide, Fanni Pécsről és a Zsófi Szekszárdi. A médiatáborban jött az ötlet, mi tavaly Fannival már csináltuk ezt a digi filmezést, és akkor második helyezettek lettünk. Szóval idén megint megpróbáljuk. Az idén mi a koncepció? Valóságsószerű ilyen filmet próbálunk felvenni, kész átverés feelinggel. Flashback-es történettel álltunk elő. Ugye benne lesz Hári Jánosnak a nagyotmondása, a borozás, és majd igazából az egésznek a sztoria a Hári szobortól fog kibontakozni, és szerintem ott is fog véget érni. Ugye egy forgatókönyvet írtunk hozzá, hát, és ugye majd ebbe próbáljuk beilleszteni a kötelező elemeket, amire igazából készülni nem lehet, de igyekszünk minden jobban megcsinálni. Mit tanulunk az egyetemen, kommunikációs média szakon, és ugye Kindl Gábor a tanárunk, és buzított minket, hogy induljunk, lát bennünk fantáziát. Két perces kis összeállítást kell készítenünk. Megpróbáljuk áthelyezni ezt a régmúlt időt a mai korba, megpróbáljuk kicsit áthozni Hári Jánost, megjeleníteni a mostani jelen időben. Nagyon szeretek jó témákat megjeleníteni, képeket. Számomra egy kicsit ilyen csodálatos dolog. A szakkörvezető mondta, hogy lesz az a verseny erről a Hári Jánosról, és akkor volt is már neki egy ilyen ötlete, amit most végül is meg is valósítunk. Leugrik az Opsitos udvarházról, és akkor elmegy a több helyszínekre, és nagyot hazudik. Filmezés érdekes és fontos jelenkorunkban, amikor a média szinte mindent meghatároz az életben. Nem rossz, hogyha az ember ismeri a trükkjeit, elgondolkodtató kreativitásra ösztönöz. Az egész média, hogy emberekkel tud adni információkat, ilyen híradás, ez nagyon érdekel engem. Cseppnyi Magyarország az vitt be itt jobban ebbe a videós dologba. Én kicsikét kiforgattam ugye ezt a Hári ötletet, és nem egy öreg ember, hanem egy öreg anyó fogja elmesélni a saját kis történetét. A Szekszárdi forgatagot próbáljuk megjeleníteni, és a Hárinak a ezzel kapcsolatos nagyotmondásait. Nagyon jó barátaim segítenek nekem, és elég nehéz motiválni a társaságot, hogy elkészüljön, ami...